Fürdőnadrág és naptej helyett címvédő labdarúgó csapatunk tagjai meccsfelszerelésben érkeztek Balatonalmádiba, ugyanis a Balatonalmádi SE meghívására a legutóbbi Veszprém megyei első osztály bronzérmesének új sportpályájának avató ünnepségére volt hivatalos 32-szeres bajnok csapatunk. Ez a létesítmény fél éve lett átadva, sajnos a pandémiás helyzet következtében egy szűkörű átadó volt, és Kontrát Károly a térség országgyűlési képviselő, aki nagyon sokat segített ennek a létesítménynek a megvalósításába, közösen határoztuk meg, hogyha sikerül, akkor Ferencváros próbáljuk egy hírhozó pályaavató mérkőzésre elhozni, és hát hál' Istennek sikerült, mondom, azért elég sok szervezés van mögötte, de nagyon örülünk, hogy ez a nap végül is megvalósul, és ez a mérkőzés lejátszásra kerül. Sokan kétkedve fogadták, hogy az első csapat jön, mert azt mondták, hogy az U19, meg az MB3-as csapat jön, és hát nagyjából egy hete vált biztossá, hogy az első csapat jön, és hát nagy izgalommal várja Almádi lakossága is, és én úgy gondolom, hogy ez az 1000 fő, ez ugye ennyit tudunk beengedni, ez itt is lesz, és megtelik a kis sportpályánk. A Balatonalmádi SE edzőjének kellemes emlékei vannak a Fradival kapcsolatban, hiszen játékosként, a Veszprém FC tagjaként a 90-es évek elején maga is pályára lépett ellenünk az NB1-ben. Most is kiráz a hideg, tényleg kiráz, borzsozik a bőr a hátamon. Második NB1-es meccsemen a Fradi ellen játszottam Budapesten, Züllői úton. Felejtetlen élmény, függetlenül attól, hogy kikaptunk 2-0-ra, de a mai napig minden egyes részlete a fejemben van. Bánki Dodó akkor abban a csapatban játszott, próbáltam meccset felkészíteni, hogy mi várhat ránk, aki még nem játszott ilyen titulus, vagy ilyen mérkőzés, mert 17-18 éves voltam. Próbált felkészíteni, de az, ami ott kint fogadott, azt nem lehet leírni. A balatonparti csapatban mindenki nagy izgalommal várta a Fradi elleni mérkőzést. Köztük volt az a Stíger Ákos, aki beavatott minket fradizmusának hátterébe. Családi örökség nálunk az, hogy Fradi vér folyik az ereinkben. Ez onnan indult valószínűleg, hogy az én nagypapámnak, Rákosi Gyula az unokatestvére, és innen indult valószínűleg ez a megörökzött Fradi szurkolás. Édesapám örökölte nagyapámtól, én pedig édesapámtól, és akkor ez kérdés nélkül így ment egész életünkben, úgyhogy nagyon szeretjük a Fradit. Az, hogy én itt futballozom, át tudtuk venni ezt a komplexumot, és a Fradi tud idejönni, ez eszméletlen érzés. Tehát nagyon-nagyon vártuk ezt az egészet, nagyon készültünk rá. Reméljük, hogy jó fog elsülni, jó lesz, illetve az, hogy pályára léphetek ellenük, az is egy non plus ultra. A kezdésre valóban egy gombos tűt sem lehetett volna elejteni az új létesítmény területén. A helyi lakosok mellett klubunk leglelkesebb drukkerei már órákkal a meccs előtt a helyszínen voltak, mint például a fiatal Horváth Máté, aki a közeli Veszprémből jött megnézni a kedvenceit nagypapájával, míg Meggyes Máté Budapestről érkezett Almádiba. Papám szólt, hogy lenne kedvem így idejönni, és egyből így fel voltam doboldva, hogy rájöhetek rá. Mit jelent számotokra mondjuk a Ferencváros a családban? Mindenki fradista? Apukám is, és papám is, és hát így én is az lettem. Igyekszem nem csak az első csapat meccseit követni, hanem a tartalék csapatét is, egyéb szakosztályokat, ahova csak el tudok jutni, oda el is megyek. Elsősorban azt várom, hogy a koszovói visszavágóra készüljünk, úgyhogy én azt a csapatot szeretném látni egy fél időn keresztül legalább. Második fél időben pedig majd beállhatnak fiatalok, hogy meggyőzzék az új edzőt. Szerintem mindenhol az országban izgalmas, hogyha a Ferencváros érkezik. Messze a legnagyobb klub, messze a legjobb csapat, úgyhogy azt várom, hogy teltházaljon is, mindenki élvezze. Már a mérkőzés előtt nagy izgalmakat élhetett át Pató Bálint, musical színész, akit Ács Attila, a Balatonalmádi SE elnöke kért fel, hogy a mérkőzés előtt az ő előadásában szólaljon meg a magyar himnusz. Megbírhőtte már elé a mutas jövendő. Mióta énekelek, én a Veszprémi Petőfi Színházban játszottam Nyilas Misi főszerepét, Dörzsölt főszerepét is. Ezek mind musicalek voltak, nagyon szeretek énekelni, kiskorom óta jelen van az életemben. Igazából ez nekem egy hobbi, egy olyan hobbi, amit én nagyon szeretek művelni, és talán valamiféle érzelmet is tudok kelteni a másik emberben, szeretetet tudok átadni érzelmeket. Az egyik legboldogabb lakos Balatonalmádiban ezen a napon szinte biztosan Jandrasics Gábor volt, aki sok évtizeden át segítette munkájával a Balatonalmádi SE életét. Ezen a napon a Fradi ellen az a megtiszteltetés érte, hogy ő végezhette el a kezdőrugást. Én már kisgyerekkorom óta sokat jártam a Fradi pályára. Enni, Rudas Szabó, Kéri, Kis Péter, Lakat, Budai Kocsis, Deák, Mészáros, Csibor, ez a csapatot nagyon sokszor láttam. A 76-77-es bajnokság óta
végzem itt a teendőket. Tehát először intézőnek hívtak, most meg technikai vezető, aztán a sportról tudósítom a naplót, úgyhogy azóta én itt ténykedek. És most 85 éves vagyok, hát aztán azért a 85-ös mez is rajtam van, hogy a kezdőrugás megérdemlem, hogy elvégezzem. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy, és azért is kértem, hogy itten családom is hadd lássa, hogy valamit én azért tettem ezért a sportegyesületéről. Ezt követően kezdődhetett a pálya avató gálamérkőzés, ahol a mieink érvényesítve a papírformát sok gólos 14-0-ás győzelmet arattak, ám a lefújás után mégsem láttunk szomorkodó hazai arcot. Ahogy közeledett a mérkőzés, úgy egyre inkább engem is kerestek a szurkolók, hogy van-e még jegy, mert jönnének. Úgyhogy a mérkőzéshez, ahogy közeledtünk, úgy egyre nagyobb volt itt a várakozás mind a Almádiban, mind a környező településeken. Nyilván egy élmény volt ez a mérkőzés, és azt gondolom, hogy mi az Almádi játékosai is úgy álltunk hozzá ez a meccshez, hogy próbáltunk minden megmozdulásunkba, ha hozzánk került a labda, akkor valami olyat csempészni bele, hogy az megmaradjon egy emléknek. Nyilván az alap jó passzok mellett azért próbáltunk egy-két látványos megoldással előrukkolni, már amennyire erre lehetőség volt, nyilván a két csapat között hatalmas a differencia. Vezetőedzőnk Péter Stöger szerint az ilyen mérkőzések segítenek abban, hogy a Budapesttől távolabb élő szurkolókhoz is eljusson a Ferencváros. Yeah, it's first of all there was the invitation here to come. I like those games that also outside of Budapest they can watch Friday. I think this is very important also for the club. Habár csak egy barátságos gála meccsről beszélünk, Katona Máté számára biztosan fontos mérföldkövet jelentett ez az összecsapás, hiszen fiatal középpályásunk súlyos térsérülését követően léphetett újra pályára hosszú kihagyás után. Nem tudom szavakba önteni, hogy mit éreztem, amikor most újra pályára léptem. Nagyon sok meló van benne, és ez a meló ez most sem áll le, hiszen még úgy érzem, hogy nem vagyok olyan állapotban, mint a sérülés előtt, szóval folytatom a további kemény munkát, és remélem, hogy minél több percet töltök majd a pályán.